több hónapnyi kőkemény edzés és koncentráció a feladatokra. Péntekenként suli helyett is. Szigorú étrend, semmi nasi, persze egy nagy adag lelkesedés sem árt. Úgy tűnik ez a recept a bajnok elváláshoz, többek közt erről meséltek az edzők tegnap este a Star Gymben, ahol két 13 éves kecskeméti harcosnak, Német Attilának és Antal Ferencnek gratuláltak az aranyéremhez, amit Törökországban az IFMA Muay Thai Európa bajnokságon szereztek. Az ünneplés örömteli és könnyed volt, a győzelemhez vezető útnak azonban voltak nehéz pillanatai. Főleg a súlyhozás volt a nagyon problémás. Be kell mérlegelni a meccsre, mert ha nincs meg a súly, akkor nem tudok versenyezni. És mi a nehézség ebben? Mi a nehézség? Hát nem lehet mindent enni. Nagyon ki voltak porciózva az adagok, le kellett mondani a csokiról és minden másról. Emögött azért, vagy emellett azért azt mondják, hogy nagyon sok munka is volt, sokat kellett edzeni, küzdeni, erőnlét is gondolom, hogy számít, de ez lemondás, vagy nehézségként élted? Nem, én nagyon szeretem ezt csinálni, azért csinálom, ha nem élvezném, akkor nem lennék itt. Heti hat edzés volt, két órás edzés, plusz még a külön edzések. A fiatalok nem csak itthon, hanem Törökországban is minden idegszálukkal a versenyre koncentráltak, igaz az utazást izgalmasnak találták. Igazából ez nagyon jó érzés, hogy van rá lehetőségem kimenni, és... Féltél tőle, hogy külföld? Igazából nem féltem. A repülőút az, azt hittem, hogy rosszabb lesz, de nem, amúgy jó volt. Volt-e lehetőségetek mondjuk kint edzeni? Volt, igen. A szállodában volt egy ilyen nagy helység, ahol mindenki ott készült ugye a meccsre, és akkor ott edzettünk minden nap. A fiatalok a helyszínen edzőjüktől is tudtak segítséget kérni, hiszen Csillag Tamás, a Star Gym Küzdősport Egyesület vezetője, egyben a válogatott egyik edzője is. A rendkívül erős mezőny mellett pedig minden jó tanács hasznosnak bizonyulhat. Ez az IFMA szervezet által megrendezett Muay Thai Európa bajnokság, ez igazából azt mondhatni, hogy a legerősebb mezőnyt képviseli, és így sikerült nekik aranyérmet szerezni. Több külföldivel kellett ugye megmérkőzniük. Volt közöttük finn származású, török helyi versenyzőt ugye nagyon nehéz megverni, Attigának sikerült. Volt belorusz, ukrán és orosz. A magyar csapat 15 versenyzővel ment ki most a Török Európa bajnokságra, és csak kettejüknek sikerült az aranyérem, úgyhogy emiatt is nagyon büszke vagyok rájuk. Tegnap este senki nem titkolta örömét. Az edzőtársak is lelkesen üdvözölték a fiatal bajnokokat, akár csak dr. Salasz László országgyűlési képviselő, aki jelentős részben sportember minőségében volt jelen az eseményen, hiszen 20 évvel ezelőtt ő is azok között volt, akik az első Thai Box Egyesületet megalapították Kecskeméten. A képviselő boldogan figyelmeztette a fiatalokat a tényre, hogy 13 évesen társaik példaképévé váltak. Kecskemét egy sportos város, személy szerint szívügyemnek tekintem a sportokat. Kiemelt helyet foglal el a szívemben és a lelkemben a küzdősportok. Ebben ez egyik kiemelkedő szín volt itt Kecskeméten, a Star Gym. Évek óta magas szintű munkát végeznek, és a munkájuk egyik megkoronázása volt az isztambuli ifjúsági Muay Thai Európa-bajnokság, és a mai este folyamán egy ilyen bensőséges hangulatú kis ünnepséggel készültünk a fiataloknak. A mai fiatalokat azért nehéz elcsábítani a kütyük mellől, ilyen jó feltételekkel, ilyen jó közösségekkel lehet ezt elérni. A magyar válogatott két legjobbját hatalmas üdvrivalgással, ajándékokkal és tortával köszöntötték. Csillag Tamás vezetőedző elmondta stábunknak, hogy a fiatal bajnokok mellett is sok a tehetség, így utánpótlásban nincs hiány. A verseny eredmények is folyamatosan ezt igazolják.